Köszöntöm a 7.tv nézőit. Aktuális című magazinunkat látják. Ma Nagy Néztán Ilonával, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakértőjével beszélgetek, többek között a minimálbér és a garantált bérminimum összegéről. Köszöntöm a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye most február 1-től változott a minimálbér és a garantált bérminimum összege. Hogyan érinti ez a munkavállalókat? A munkavállalóknál a minimálbér növekedés, illetve a garantált bérminimum növekedés összességében 4%-os emelkedést jelent. A 161 ezer forintos minimálbér 167.400 forintra emelkedett, illetve a garantált bérminimum 219.000 forintra nőtt. Ez azt jelenti, hogy összességében a minimálbért keresők 4.300 forinttal vihetnek haza többet, akik pedig garantált bérminimumot kapnak, 5.600 forinttal vihetnek haza többet. Hogyan érinti az adókedvezmény a vállalkozásokat és az őstermelőket? Erről mit lehet tudni? A bérminimum kihirdetését követően megjelent egy kormányrendelet, ami előírja, hogy a kivételes februári minimálbér emelés miatt nem eshet hátránya azoknak a magánszemélyeknek, akiknek valamilyen juttatása ehhez a minimálbérhez, a garantált bérminimumhoz kapcsolódik. Éppen ezért elég változó, hogy mely esetekben kell a februári, illetve a januári minimálbért alkalmazni. Ugye a munkabérnél teljesen egyértelmű, hogy február 1-től kell alkalmazni. Ugyanakkor vannak olyan előírások, amelyek a január 1-i minimálbérhez vagy a garantált bérminimumhoz kapcsolódnak. Ilyenek például a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó munkáltatói kedvezmények, amikor azok a csoportok, akik hátrányos helyzetben vannak, az ő bérüket úgymond támogatásként vagy adókedvezményként vehetik figyelembe a kifizetők, munkáltatók. Ehhez a bérhez kapcsolódóan a szociális hozzájárulás mértékének megfelelően csökkenthető az adófizetési kötelezettség. Itt a februári minimálbért lehet figyelembe venni. Tehát egész évben a kedvező minimálbér alapján lehet csökkenteni a fizetendő adót. Ugyancsak a minimálbérhez kapcsolódik az a kedvezmény, amit személyi kedvezménynek nevezünk. Ez a személyi jövedelemadó törvényben található kedvezmény, ami súlyos fogyatékosság és bizonyos betegségek esetén vehető igénybe. Ezt is a januári minimálbérhez köti a jogszabály. Erre is a kedvezőbb szabály érvényes, tehát a 167.400 forint megfelelő kedvezményt lehet érvényesíteni. Azonban a személyi kedvezményhez kapcsolódóan van egy változás is január 1-től, már nem az adóból érvényesíthető a kedvezmény, hanem adóalap csökkentési lehetőséget ír elő a törvény, mégpedig a jelen esetben a 167.400 forintos minimálbér harmada adó alapcsökkentő kedvezmény, ami összességében, ha átszámoljuk adó kedvezményre, az azt jelenti, hogy 5.870 forintos kedvezményt lehet havonta érvényesíteni, szemben az előző évi kisebb mértékű kedvezménnyel. Mi változott az őstermelőknél? Az őstermelőknél teljes jogszabályváltozás van, egészen új törvények, kormányrendeletek szabályozzák az őstermelők nyilvántartásba vételét, illetve az adózási kérdéseiket. A személyi jövedelemadóban most már a minimálbérhez kapcsolódóan vannak meghatározva a különböző kategóriák. Az éves minimálbér összegéhez állapították meg az adómentes bevételi határt, ez 2021-ben
az éves minimálbér fele. Ebben az esetben is a kedvező minimálbérre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy 167.400 forintos havi minimálbérrel számolva az éves minimálbér fele 1.400.000 forint. Ez az összeg lesz az, ami adómentes. E fölött, vagy ez alatt a bevétel alatt nincs arra lehetős, vagy nem kell adóbevallást készíteni, nem kell adót fizetni. A következő kategória az a minimálbér éves összegének a tízszerese, ez az az értékhatár, ameddig az őstermelő kedvezményesen általány adózóként tud elszámolni. Ez azt jelenti az új szabályok szerint, hogy a bevételének a 90%-át elismeri a törvény költségnek, 10% után kell adót fizetni. Itt is van egy kedvezményes sáv, ez pedig a minimálbér éves összegének az ötszöröse. Ha kiszámoljuk ezt az összeget, ez egy 10 millió forint körüli összeg, 10.044.000 forintról beszélünk. Eddig az értékhatárig nem kell adót fizetnie az őstermelőnek, de bevallást kell készíteni. Fontos kiemelni azt is, hogy minden őstermelő alapból általányadózónak minősül, és csak a személyi jövedelemadó bevallásban van lehetősége arra, hogy a következő évre, azaz abban az évben, amikor benyújtja a személyi jövedelemadó bevallást, jelezze, ha nem kíván élni az általányadózással. Visszatérve az általányadózásra, a 10 millió forint feletti bevételek esetén a fölöttes rész után van adófizetési kötelezettség. Itt jön szóba a 90%-os költség, vagyis a 10.044.000 forint feletti összegnek a 10%-a után kell személyi jövedelemadót, 15%-ot fizetni, és szociális hozzájárulási adót, ami 15,5%. Szeretném kiemelni, hogy ezek a bevételek már támogatás nélküli bevételek. Ez azt jelenti, hogy figyelembe sem kell venni ezeket a támogatásokat. Abban az esetben, ha az adózó úgy dönt, hogy nem ezt az általány adózást alkalmazza, akkor tételes költség elszámolásra van lehetősége. Itt viszont csak az 1 millió forintos adómentes részt lehet úgymond figyelembe venni. Amennyiben túllépi az adózó ezt az értékhatárt, akkor a jövedelme után kell adót fizetnie. Van még egy kategória, ami egészen új az őstermelőknél, ez az őstermelők családi gazdasága. A családi gazdaság őstermelőket foglal magába. Itt is a kedvező adózási kulcsot meghatározza a személyi jövedelemadó törvény. Úgy fogalmaz, hogy a 4 főre jutó kedvező adózási kulcsig számolhat el az őstermelők családi gazdasága. Ez nem azt jelenti, hogy csak 4 fő lehet a családi gazdaság tagja, hanem a 4 főre jutó kedvezményes adókulcsot lehet figyelembe venni. Ez magyarul 80 millió forintnak megfelelő összegű árbevételt jelent. Az iparőzési adó tekintetében is történtek változások. A változások érintik az adófizetés rendjét? Az adófizetés rendjét valójában nem érintik. Összességében annyi változás történt, hogy a különböző telephelyen rendelkező vállalkozásoknál nehezen volt megoldható az, hogy különböző formátumú adóbevallást használtak. Ezek kerültek egységesítésre, és úgy gondolom, hogy valamelyest könnyítést jelent az,
hogy az állami adóhatóság általános nyomtatványkitöltő rendszerén keresztül lehet elküldeni ezeket a bevallásokat. Magánszemélyek esetén továbbra is lehetőség van arra, hogy papíralapú nyomtatványon nyújtsák be ezt a bevallást. A NAV honlapjáról tölthető le most már ez a helyi iparűzési adó nyomtatvány, és ezt kell ügyfélkapun keresztül elküldeni lényegében a kormányzati portálra, innen kerül minden önkormányzathoz ez az adókötelezettség. Ezzel kapcsolatban mi tájékoztatást nem igazán tudunk nyújtani, hiszen a helyi adóról szóló törvény kimondja, hogy az önkormányzat tud csak ezzel kapcsolatban tájékoztatást adni. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a mikro, kis és középvállalkozások a helyi iparűzési adó előleghez kapcsolódóan február 25-éig kell, hogy benyújtsák azt a nyilatkozatot, amin a kedvezményt igénybe tudják venni. Ugye az iparűzési adót továbbra is a helyi önkormányzatokhoz kell megfizetni. Mi a helyzet a gépjárműadóval? A gépjárműadó azonban átkerült a NAV-hoz. Erről tudni kell azt, hogy nagyon sok adóalanyt érint. Összességében több mint 5 millió adóalanyról beszélünk. Hatalmas adatbázisról van szó. 2021-től a NAV-hoz kell megfizetni a gépjármű adót. Összességében az adó mértéke, illetve az, hogy kivetéssel kerül meghatározásra az adókötelezettség, az nem változik. Egyszerűen arról van szó, hogy 2021-től a NAV fogja ezeket a határozatokat kiküldeni. Nincs külön bejelentési kötelezettség az adóhatóság fele, ugyanúgy kell az adókedvezményre, illetve az adófizetés szüneteltetésére vonatkozóan a bejelentéseket megtenni. Erre van a NAV-nak egy formanyomtatványa, GJ adó az elnevezés. Ugye szüneteltetésről akkor beszélünk, ha jogellenesen kerül ki az üzemben tartó tulajdonából a gépjármű, ezt be kell jelenteni az adóhatósághoz, azzal a rendőrségi jegyzőkönyvvel együtt, amelyet az eltulajdonításról kiállítottak, illetve vannak adókedvezmények. Ezek az adókedvezmények ugyanazok, amik eddig voltak, például ilyen a súlyos fogyatékossághoz kapcsolódó kedvezmény, amit vagy az a gépjármű üzemben tartó tud érvényesíteni, aki ilyen állapotú vagy ilyen betegségben szenved, ide szintén orvosigazolásra van szükség, vagy az őt szállító családtagja. Mentességet tudnak kérni például az egyesületek alapítványuk. Az ő esetükben minden évben meg kell ismételni a kedvezményre, az adókedvezményre vonatkozó kérelmet, hiszen itt a társasági adófizetéshez kapcsolódik az adókedvezmény, amit ugye minden évben felül kell vizsgálni. Megmarad az adókedvezmény a költségvetési szerveknél, az autóbusz üzemeltető vállalkozásoknál, az egyházi jogi személyeknél és a tűzoltószer kocsikra vonatkozóan is. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, holnap folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt az Aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!